soha ne gyere, ha most nem jössz. Soha ne gyere, ha most nem vagy itt. Indul a dunántúli biciklis barangolás, biciklis póklászás. Ugye majd ez lesz a túrának is a címe, jelenleg Győr belvárosában vagyunk. Nem tudom mennyire látszik, de az ott a Kossuth híd mögöttem. Ott meg a mögöttünk a történelmi belváros. És hát igazából 3 napot fogunk eltölteni itt a Dunántúlon. Sok érdekességet fogunk látni, lesznek benne kultúra, természet, hát úgy, ahogy szokott lenni már itt ezeken a bicikli túrákon, de a célállomás Balatonfenyves, és 3 nap alatt fogunk oda lejutni. Hát a Whitefülűek mondhatják, hogy hát persze, 1 nap alatt is le lehet, hát le lehet, de mi nem fogunk sietni. Minden esetre mindent megnézünk, mindenre kíváncsiak vagyunk. Túra ismertetés majd később, de minden esetre az biztos, hogy egy jó hangulatú, tartalmas 3 napot fogunk eltölteni. Egyelőre még mi együtt bóklászunk még Győrben, mert ez egy nagyon szép hely. Még tekergünk egy kicsikét Győr csodaszép belvárosában. Ugye ez valami, mit tudom én, milyen Európa díjat kapott a felújításáért, de tényleg hangulatos, meg jó. Ugye tudom képzelni, hogy itt az éjókat lehet jönni-menni. Frankó nagyon jól néz ki. Győr a vizek városa. Ez itt a kis Duna előttünk. Ott folyik be a Rába, nem a híd alatt. Az ott a Rába turok. És hát arra följebb van a Rábca. Ez a 3 folyó, mármint folyás irányja a följebb, ez a 3 folyó határozza meg Győrnek a, mondjuk úgy, a víz dolgait, és hát rengeteg csatorna, meg ilyesmi is van a városban. Ez meg itt előttünk a Kossuth híd. Az ülem kedvéért áttekerünk a túloldalra. Ugye ez a Kossuth híd, és átmegyünk új Győrbe, azt hiszem így hívják ezt a részt, de majd a győriek kijavítják, ha nem így. Még talán annyi Győrről, hogy ugye római kor óta rakott település, Arrabona, ugye valahogy így hívták latinul. Minden esetre a white nyelvészek felfedezik benne a Rába, Arrabona dolgot, tehát már akkor is a Rábáról nevezték el a várat, vagyis a várost, a helyet. Most ezt nézem, hogy itt tovább tudunk-e menni, de talán igen. Igen, igen. Na, szóval ez itt a Rába, ahogy befolyik a Mosonat a Nagy-Dunába, és itt a győri várnak az alja. Ugye hát ez a középkorban egy nagyon nagy végvár volt, gyakorlatilag Bécset védte a török ellen. Hát azt nem mindig sikerült, mert ugye volt olyan időszak, amikor feladták a várvédők hősiesen. Azt hiszem a várkapitányt, aki feladta, az később valamelyik uralkodónk le is fejezte. Mármint ilyen felségárulás címén. Na mindegy, aki érdeklődik a győri vár történelme iránt, az biztos sokat lehet olvasni róla. Én most ittem, viszont bekeveredtem valahova. Na mindegy, majd kikeveredünk valahova. Na lényeg a lényegtelenben, hogy ezzel győri dolgainkat be is fejeztük. Közben a győri városházát csodáljuk, csak egy gondolat, nem azért nem szentelek én többet ezeknek a nagyvárosoknak, mert hogy nem érdemelnek figyelmet, hanem egyszerűen olyan sok látnivaló van, hogy az ember nem is tud épeszűen végig menni rajta. Szóval ebben az árnyas ligetes helyen, ahol ilyen jó kis gyerek kreszpálya van,
benevezünk mi is egyre, egy körre. Na minden esetre itt lesz reggeli túratervismertetés és vetkőzés. Na, kezdjük a túratervismertetéssel. Annyit még elfelejtettem mondani, hogy 2017. július 17-e van, és hogy hova megyünk, meg miért, ez itt most a papíron fog látszani. Na most, hát majd remélem, hogy jól látszuk. Ugye középiskolás földrajzatlasz, Győr, mint indulási állomás, és a Balaton déli partja, nagyságrendben Balaton-Fenyves érkezési állomás. Ez a terv, ugye itt a gyülekezeti tábor lesz, fix időponttal szerda estére oda kell érni. Program a következő, most csak nagy vonalakban. Sokoró, Pannonhalmi apátság, Sokoró Gerinc útján végig, Bakonyalja, Cuhapatak völgye, Zirc az első állomás, a második nap, ez az első nap. Második nap gyakorlatilag kanyaroglás itt a Bakonyalján, Pápa, látnivaló, ha belefér, akkor a Ságnak a megnézése, és a másik vulkánnak a megnézése, Somló. Itt a második állomás, itt fogunk aludni fönt a Somlón. És a harmadik nap természetesen ebből következik, hogy Keszthelyi hegység, főként ez lesz a fő, ami attrakcióként jelenik meg, különböző kilátóponttal, valamint csobbanás a Balatonba, és diadalmas megérkezés harmadik nap este, mondjuk úgy a táborba. Hát ez a menetrend, sok gyönyörű természeti látnivalóval, úgyhogy mindenkit várok, hívok, tartson velem. Hát nektek könnyebb dolgotok lesz, de hát én is itten majd azért ügyeskedünk. Összességében ez olyan 280 km környéke lesz. Így a túra elején még sok energiám van, úgyhogy tényleg teszek egy kis kört ezen a játszóparkon. Nézzétek, még teljesen élethű, vasúti átjáró, még sineket is csináltak. Teljesen korrekt, nagyon jó. Ja, ez tényleg jó lehet itt a gyerekeket tanítgatni mindenféle dologra, úgyhogy frankó. Így végre a 82-es főút kivezető szakaszáról letérve, csak tiszteletemet tudom kifejezni azoknak, akik városban is hivatásszerűen kerékpároznak. Hát, nem az én műfajom, jó, mondjuk ilyen nagy csomagokkal meg különösen kényelmetlen. Egyébként is találó az Indexnek ez a címe, Smog Túra. Na, mint az Index biciklis rovatban van egy ilyen, hogy azt hiszem városi biciklizés, avagy Smog Túra, vagy valami ilyen cím, még nem nézegettem meg, de a dolog az találó. Hát azon kívül nem is olyan veszélytelen. Na, itt kihasználom az autópályának a felüljárát, jóját, mint ilyen mesterséges magaslatot, hogy ismertessem, hogy hova is megyünk, mit csinálunk. Bár szegény autósok szerintem azt hiszik, hogy én most őket trafipaxozom, de nem. Tudjátok, van az a rendőr, aki kiáll egy hajszárítóval, és akkor úgy csinál, mintha ő csinálna is valamit. Na, mindegy, nem ez a lényeg, hanem a program. Első körben Pannonhalmi apátság, második körben Sokoró Főgerinc, ez nagyjából ott van, és hát a feladat nagyjából ennyi, hogy megnézzük az apátságot, visszajövünk a Sokoró mentén, és fölmegyünk a Főgerincre. Ez a Sokoró egy ilyen három, mondjuk nyúlvány, vagy három gerincből álló kis összhátság a Bakony és Győr között. A Pannonhalmi apátságon az egyik gerincen, vagyis az egyik nyúlványon, vagy egyik részén. Főgerincet itt látjuk előttünk, és még ezen is túl van egy gerinc, de az most minket nem izgat annyira, mert az nem olyan látványos és nem is nagy, de ez a főgerincen végig megyünk, állítólag egy jó bicikli út van rajta. Megnézzük. Na, úgyhogy karandra föl, gyertek velem! Itt a kukoricás fölött azért már kibontakozik a Pannonhalmi apátság. Csak egy mondatot róla, ugye fő apátság, ráadásul, bocsánat, a magyarországi bencések fő apátsága, és a egyház történetben kevésbé jártasaknak csak annyit, hogy a bencéseket természetesen Szent Benedek alapította valamikor az 500-as évek végén Olaszországban. Monte Cassino volt az első ilyen nagyobb apátságuk, hát és sok minden jellemzi őket, amit én most csak szeretnék kiemelni, ez egyfajta ilyen szegénységi fogadalom, meg az, hogy lehetőleg minél több dolgot
az apátságon belül kell előállítani, minél kevesebbet kell érintkezni a külvilággal. Ebből aztán nagyon sok újítás is származott természetesen. Rengeteg mezőgazdasági okoskodásba jelentett ez, mondjuk úgy, hogy irányelvet, hogy meg kell csinálni. Na mindegy, hát ennyit a főapátságról. Tehát ide vezethetők a gyökerek, és gyakorlatilag, amikor ezt alapították 998-ban, ha jól emlékszem, de majd ezt mindenki nézze meg, akkor Monte Cassinóból kaptak ilyen hát alapító levelet, vagy ilyesmit, és hát ilyen értelemben azzal egy jogú főapátság lett Pannonhalma. Na, de hát majd erről ottan még többet. Bár nem akarok ilyen nagy kultúrtörténeti fejtegetésbe csapni, főként nem egyház történet, hanem nem mindenkit érdekel. Engem például érdekel, de ez én egy speciális állatfajta vagyok. Alattunk az arborétum, azért fölnyomtuk ide. Ott előttünk az Alföld, ott messzeségben a autópálya melletti szélkerekek. De minden esetre itt van alattunk egy gyönyörű arborétum, meg levendulaház, meg ilyesmi. De minket azért jobban érdekel maga az apátság, aminek a bejáratát hát így lehet látni. Na és már ez az apátságnak a fő épülete. Világörökség része, csak azt én úgy mondom, hogy az itt lévő kulturális dolgok azért tényleg felbecsülhetetlennek. 1001-ből származik neki az alapító levele, és az állítólag meg is van. Az azért már mondjuk úgy, hogy régebbi darab. És ugye 996-ban alapította Géza, és azóta vészeli itt a történelem viharait. Csak egy pillantás az apátság bazilikájának a fő kupolájára, fő tornyára, meg itt a bejáratra. Mi most nem megyünk be, sok oka van ennek, egyrésztről idő problémánk is van. Ugye csak a vonatozás elvitt egy kis időt, másrésztről meg nem régen voltunk a családdal, és az nekem most elég volt belőle. De azért mutatom azt, hogy mit is fogunk látni. Nagyjából itt húzódik előttünk így röviden a Sokorói dombság. És az ott amarra a messziségben már a Bakony. Na szóval, feladat a következő, legurulnunk, az nem lesz olyan nagyon nehéz, gyorsan le leszünk. Fölfele már azért kaptatni kellett. Az első látnivaló a nyúli szurdik, Európa legnagyobb lösz alapú szurdok völgye, az valahol ott lehet. Aztán, ha ott föl lehet menni a Gerinc útra, az jó, ha nem, akkor gyakorlatilag be kell kerülni az egész dombot, és a másik oldalról, Tényő oldaláról följönni a dombra, és végestelen végig fogunk menni a gerincen, és akkor ott meg fogunk érkezni a Bakony aljára. Hát idáig biztos a program, aztán meglátjuk, hogy mi lesz még belőle. Ez így csalókának tűnik, de ezek rohadt kiskaptatók, hegyesek. Na majd meglátjuk, hogy sikerül. Na ez a délelőtti program. Utolsó bejelentkezés, Pannonhalmáról ígérem. Ez itt a Bencés gimnáziumnak az épülete, ami egy nagyon híres gimnázium. Na, egy kis gurulás lefele az apátságból. 10%-os emelkedőt írt ide. Itt jön már mindjárt a fogadó épület. És alattunk Pannonhalma. Hát remélem jó ez így. Thank you.
volt, mintha fölfele hosszabbnak tűnt volna. De ez lehet, hogy csak képzelet. Na, megint a 82-es út. Örültünk már, hogy kell jönni róla, le Győrbe. Most meg visszamegyünk rá. Ráadásul visszafele Győrbe. Na, érti ezt? Hát igen, a látnivaló az nagy úr. A szurdik az nem jön irányba, úgyhogy mi megyünk inkább hozzá. Egyébként Écsen vagyunk. És ez a 82-es főút, ahogy azt már jeleztem is volt. Hát keresem a szurdokot, de igazából még nem találtam. Azt mondja egy kedves hölgy, hogy valahol itt kell balra fölmenni. Nagy kitáblázottsága nincs neki, bár állítólag nagy látványosság. Megvan a szurdok. Ugye ez egy lösz mélyedés, még nem ez az igazi szurdok, csak a bejárata, de ezt mutatom inkább, hogy a legnagyobb kárt ezekben a löszhátságokban az erózió, azaz a víz szokta csinálni, és ezeket így megfogják ilyen nagy gátakkal, és akkor nem tud olyan sebesen lefolyni a víz. Mindenesetre már föltűntek a löszfalak. Állítólag föl lehet menni a tetőre is, de mi nem fogunk tudni fölmenni, mert nincs nálunk egy gram víz se. Ritkán szoktam ilyen hibát elkövetni. De hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Ha lesz valami vízvételezési hely, az más. Hát ez nem jött be. A szurdikot úgy elkerültem, mint a húzat. Úgy eljöttem mellette, mint a húzat. Helyette ilyen helyes pincéket fogunk most nézegetni. Tulajdonképpen az volt ez a hely, ahol, amit mutogattam ott. Csak nyilvánvaló, amíg nem volt benne, vagy nem volt megcsinálva a műút, az is sokkal gyorsabban ment a víz, meg ilyen vadregényesebb volt, ezért találtak ki a néphit, hogy az milyen jó. Hát, most így jártunk. De ez se rossz nézelődő hely. Itt rengeteg szőlő van a sokoron, valami fehér szőlőket termelnek. Itt nem valamilyen, hanem mindenféle fehér szőlőket. Itt kellene nekem egyszer balra fölmenni, azt mondják, a kilátó felé. Hát, ezen nem megyünk föl. Na, majd megnézzük, hogy mi van még kínálatban. De hangulatos ez így is. Szélfiai fogadó. Kezdődik. Na szóval, hogy elméletileg arra van az irányunk, a gerinc. Elméletileg erre van a kilátó, nem messze. Elméletileg. Vagy nem. Hát majd megnézzük. Minden esetre reméljük, hogy a kökörcsin körút az fölvisz minket a kilátóhoz. Hát ha nem, akkor visszajövünk. Sokoró gerinc ösvény. Hát ha már a szurdik nem volt olyan látványos, mint gondoltam, akkor legalább egy kilátóval kárpótolom magamat, meg titeket is egy kicsit. Körülnézünk, hogy mi a helyzet Győrbe. Már mind gondolom, innen majd be lehet látni egész odáig. Csak odáig még föl kell jutni. Akkor csak egy kis kilátás előttünk van. A Kisalföld. Ráközelítek az apátságra. Ott figyel ránk. Mi is integetünk nekik. Sziasztok! És hát ugye emerre van a belső, mondjuk úgy, hogy belső sokoró. Azt gondoltam, hogy nem gondoltam, hogy ez ilyen kiterjedt. Azt gondoltam, csak egy hegylánc, de nem teljesen csak egy hegylánc, úgy tűnik. Hanem egy ilyen kis belseje is van neki. Elméletileg ott jön föl az út. Na majd mindegy, ezt megmutatom. És picikét még látszik a harmadik gerinc is, vagy a harmadik vonulat. A sokoró harmadik vonulata. Sőt, pontosan ráközelítek abba az irányba, ha elkapom. Nem kapom el. Na mindegy, valahol ott van a somló. Arra fogunk majd elmenni kicsit később. Hát ezt lehet innen látni. Ja, és ígértem Győrt.
Győr, kérem szépen, az arra van. Ilyen szép löszutakon ereszkedek lefele, de már megint nem tudom pontosan, hogy hol járok, úgyhogy megint belesétáltam saját csapdámba, amiben beleszoktam, de csak meg kell találni a Tényői gerincutat, az pedig valahol erre van, meg az előttünk lévő gerincen. Na mindegy, ez van. A csalán simogassa a combodat. Már megint eltévedtem. Na mindegy, nem eltévedtem, csak nem találom a helyes irányt. Vagyis az irányt azt tudom, csak utat nem találok hozzá. Ez most úgy jónak tűnik. Úgy látszik, mindig kell valami izgalom a túrába. Hát most is van azért, hogy elméletileg mindjárt itt kell lennie az útnak. Ott van az út! Na, jó van, ez már akkor így frankó. És nem is kell megmászni már ezt az emelkedőt, mert mi egy kicsit nehezített pályán, de följöttünk ide a gerinc útra. Na hát, gratulálok magunknak, ügyesek voltatok. Meg én is. De ezért ez izgalmas téma mindig. Na, ez már a Sokoró gerinc út. Ugye Tényőnél jön föl a gerincre. Mi egy kicsit hamarabb föl szenvedtük magunkat, hogy följöttünk. És hát a legvégéig elmegy Sokorója, vagy a Sokorónak a legvégéig, úgyhogy mi is végig megyünk majd rajta. Eddig egy gyönyörű erdei út, és hát kicsi előnye van. Aszfalt, aszfalt, aszfalt. Mit falt? Azt. Sokorópátkát elhagyva, lassan búcsút intünk a Sokorónak a szép lankás dombjainak, és áthelyezzük a székhelyünket a Bakonyba, ott van előttünk pont. Egyébként itt Sokorópátkán pihentem egy jó erős órát, még szundítottam is ott a padon, minden esetre jól esett. És most dübörgünk ezerrel lefele. Gyönyörűen kilátszódnak, kirajzolódnak a Bakonynak a vonulatai. Ott a legmagasabb a Kőrishegy. És mi most pont előttünk megyünk be abba a szurdokba, a Cuha völgyébe. Előtt tavaly is jártunk erre, ugye a gyülekezeti tábor tavaly is megrendezésre került. Akkor ott a, hát nem tudom, ráközelítek-e egy kézből, na mindenesetre a Cseszneki vár és oldalába mentünk föl Zirtre. Akkor a nagy esőzések miatt a Cuha-patak kimaradt a programból. Hát most tulajdonképpen ez egy pótlás. Úgyhogy ez jó mulatság lesz, estére pont a legszebb része maradt a mai programnak. Jól néznek ki ezek a bálák, nem utolsó tájkép. Bakony gyirót. Megmondom őszintén, nekem nagyon tetszenek ezek a bakonyai kisfalvak. Nagyon kultúráltak, ápoltak. És úgy el tudom képzelni, az ember itt el van idős korában, amikor már nem kell rohanni sehova. Na jó, mondjuk shoppingolni, az azért még messze van innen. Nem is tudom, mi itt a legnagyobb közeli város, talán Pápa vagy Győr. Na mindegy, szóval nyilvánvaló, hogy ez más, mint a városi lét. Ha jól látom, még eladó kéró is lenne. Hát, némi felújítás azért ráfér. De azért, ja, szép porta lehetett ez annak idején. Még egy érdekesség, lehet, hogy csak felújítás miatt, de nincs a templom tornyán kereszt. Ezek ugye katolikus falvak erre.
helyi nevezetesség. Béka. Kerekes kút. Na, ezzel szórakoztatom magam, itt ezen elfegyem fölfele. De hát, más megoldás nincsen, mint föl kell nyomni most egy kis dombra, hogy utána lelejtsünk megint, és utána megint fölemelkedjünk. Na jó, de bejöttünk a bakonyba, tehát most már nincsen más megoldás, mint hogy hegyek meg dombok. Hát mondjuk igazából ez az egész csak ilyen még magyarországi mércével mérve is ilyen hát nagy dombok, mert igazából 600 méter fölött kezdődik a középhegység, még a magyar viszonylatban is. Eddig gyakorlatilag ugye 300 fölött voltunk egy picivel, tehát ezek mind dombok voltak. Na, ez van. Így képződik az új nemzedék. Hát hiába, biciklizni meg kell tanulni. Most nem tudunk bemenni, de igazából nagyon érdekes lenne megnézni a fenyőfői ősfenyvest, ami hát inkább azt mondjuk, hogy több száz éves fenyőkolónia, fekete fenyőkolónia. Nagyon izgalmas. Igazából érdekes módon ide is ilyen homoktalaj került, és a fenyő ez jól él, szárazságtűrő, megszerette ezt a részt, és hát most már lassan őshonosnak is mondhatjuk. Hát vagy több száz éves fenyők vannak benne. Minden esetre itt is még az illatuk is nagyon jól érződik. Hát nem tudom, hogy ez videón visszajön-e. Hát talán inkább nem. És megérkeztünk Vinyére, a Cuha szurdok bejáratához. Hát itt majd még föl kell találni magunkat, de itt szemmel láthatóan sokan voltak a szurdokban, és még valószínű, hogy lesznek is. A vasútról már többet. Szóval a Cuha patak látványos szurdok völgyel töri át az északi bakonyt, és ezen a szurdok völgyen fogunk végig menni. Most kevés víz van benne, de majd teszünk róla. Ja, és lesznek ilyen átkelések. Így a patakmedren keresztül. Fönt megy a vasút, és ez egy ilyen átfolyó, hogy a víz nyomás ne nyomja szét a töltést. Na, átmegyek? Vagy nem? Inkább átmentem. Ha. Elnézést a kis dramaturgiai problémáért. De hát ez ilyen. Azért nagyon látványos, az biztos, hogy mi is biztos, nem is tudom, mi biztos, elállt szemem szám, hogy milyen szép helyen vagyok, és hát remélem, hogy ez egy kicsit visszajön a videón, nem úgy, mint a fenyő illat. Na, egy újabb átkelés. Csak úgy szavak nélkül. Az biztos, hogy a bakony egyik leglátogatottabb és önmagában is látványos része. Most mi ez a Cuha, a cucc. Ez még jó rímel is. Mindenesetre most fölmegyünk a Millenniumi emlékműhöz, amit természetesen a Millennium tiszteletére állítottak, mert hogy ezen a romantikus szurdokvölgyen egy vasútvonal is megy, mégpedig a Veszprém-Győr vasúti vonal. És hát ez egy műemléki vasút, majd erről többet egy kicsit később.
Most egyelőre elmegyünk az emlékműhöz. Klatty, klatty. Ez maga az emlékmű. Hát ki nem találjuk, milyen dátum van rajta. Valóban 1896. De ami ettől talán kicsit érdekesebb, magának a vasútvonalnak a vezetése, vonalvezetése. Egy kicsit bemegyünk ide, szerencsére nincs olyan nagy forgalom rajta, meg a pályasebesség is, vagy csak 40, tehát bátran merünk mozogni itt. Azért lehet látni, hogy volt egy kis feladata a vasútépítő mérnököknek, mire ezt így kiötölték, kihatolták. Ugye, lent meg a patak csörgedezik, és majd mi ott fogunk eltekerni. Ugyanaz alulról, mármint a híd, a vasúti híd. Na és itt az egyik lényeg, de azt gondolom, hogy ez a tábla talán jobban is elmondja, mint én. Hát igen, állítólag ez a Gubányi Károly utána Törökországba ment viaduktokat, meg ilyesmiket építeni, mert hogy belejött. Itt azért kitanálta. És ami még érdekes, hogy ha jól tudom, hát ebben nem vagyok annyira biztos, de valami ferráta, vagy valamilyen kapaszkodós témakör van ott fönt a hegyek lábánál, de ezt most én nem próbálom ki, mert biciklivel nehéz ezeken végigmenni, ezeken a mászókásokon. Nem tudom, hova tegyem a biciklit, ugyanis a hátamra kössem. Előttünk a patak, utána a vasút, és utána több 10 méter magas sziklafalak. És a vasútat ilyen fél alagútba viszik, hogy a leomló sziklák ne veszélyeztessék a vasúti közlekedést. Fá, milyen jó volt! De mi most megcsodáljuk mind a kettőt, ehhez az kell, hogy átkeljünk a sziklákon és a patakokon, vagy a patakon. Hát igen, ez most kamerával biztos nem megy kézbe, úgyhogy majd föntről jelentkezem. Patak szintre lejutottam, ég a lámpám, de nem tudom miért. Biztos benyomódott valahogy. Na minden esetre ez most nem érdekes. Patak szintre lejutottam, úgyhogy most jön a fölkapaszkodás. Igen. Csak itt van előttem ez a nagy böszme nagy fa. Hát ezen átlépünk. Igen. Így. Utána egy kis csalános, de azt kikerüljük bölcsen. És akkor megyünk fel a sínekhez. Hát ez ilyen építmény. Többen szokták kérdezni, vagy többen kérdezték már, hogy mi ez a szám itt a sínek mellett. Minden sín mellett található 41,5. Az azt jelenti, nem 415, 41,5, hogy valószínű, hogy Győrtől 41,5 kilométerre van ez a pályaszelvény itt. Innen tudják például, hogy hol kell javítani. Azt mondják, hogy 41,5, akkor ott kell síncserét csinálni, akkor az egyértelmű lesz nekik. Mármint a javítóknak. Na, akkor most vissza. Ez meg egy igazi alagút. Sötét is már a mélye. Kis húgocskámat majd kérdezem, hogy emlékszik-e erre az alagútra. De én most nem megyek be, mert nem szabad bemenni. Ott egy kis madár kapkodja, nem tudom miket kapkod. Már nincs ott. De ott volt, csak elment. Na jó.
Én is itt voltam, de már elmentem. Ez most egy ilyen nagyobb vízátfolyás, úgyhogy új technológiát kell venni, ezen nem merek átgázolni, mert ha megállok a közepén, akkor onnantól kezdve megvan az esti fürdés is, amit előrehozok, úgyhogy most a vezetéses technológia lesz, tehát itt a köveken átmegyek, és mellettem jön a bicikli szépen, és megyünk fel oda. Tulajdonképpen a Cuha-patak áttörésének a látványos része véget is ért, hát egy olyan 3 km hosszú, úgyhogy most ilyen szép erdei úton megyünk, de ha emlékei nem csalnak, lesz ebből még szívás is, tehát lesz ilyen bedőlt fatörzseken kell átemelni a csomagos biciklit, meg ilyesmi, de hát ezt tudtam, ilyen értelemben így vállaltam a Cuha-patak dolgot, mire följutunk Zircig, az azért még kemény út mellett lesz, de tehát az már csak a küzdelem része, nem a szépség része. Na szóval ezt a Cuha-patak völgyét gyakorlatilag Kinyei és Porvacsesznek vasútállomás között babakocsival is ajánlom. Tulajdonképpen nagyon látványos. És hát amit ajánlok még, ha talán aki egy kicsikét is vasútrajongó, az a Veszprém-Győr vonalon egyszer mindenféleképpen végig kell, hogy utazzon. És majd hát ha Józsi fiam engedélyezi, akkor néhány Ínyenc vasútfotót is bevágok erről a szakaszról, mert itt azért szép vonatok, szép tájakon, hát szóval az azért mindig nagy izgalom, már akit érdekel a vasút dolog, de hát engem például a vasút is érdekel az egyház történet mellett, szóval ilyen sokrétű ember vagyok én is, meg hát sokan mások, csak hát mindenkit más érdekel. Na jó van, sok hülyeségnek is sok az alja, sok beszédnek sok az alja, úgyhogy inkább csak nézzünk egy kis Cuha-patakos tájat. Porvacsesznek vasútállomáshoz közelítünk. Ugye ez az a vasútállomás, ami gyakorlatilag közúton nem nagyon érhető el, vagy legalábbis ezen a közúton érhető el. És Porva is, meg Csesznek is, hát legalább egy 10-esre van innen, meg erdei utakon. Úgyhogy, ja. Na, mindjárt fölmegyünk, csak itt meg kellett állnom a bukkanó miatt. Na, egy pillantás Porvacsesznek vasútállomásra. A büfé zárva, azt nem csodálom. Jobbra Porva, balra Csesznek, de mind a kettő csak erdei úton és jó messze van. De hát ezt inkább a turistáknak van ki téve. Így meg, ha jól tudom, valami pecsételőhely is van nekik, akik ilyen gyalogtúrázók. Az csodaszép dolog különben a gyalogtúrázás. Egy rövid szakaszon még vonatba is átmegyünk, ugyanis nincs más út. Vagyis van, de hát az katasztrófa. Úgyhogy, hát ez van. A táj szép, az, hogy mikor fogunk Zircre érni, az egy másodlagos kérdés. No, hát azért a vasútüzemmódnál ez jobb. Egy kicsit. Ilyen jó kis erdei ösvény csalánnal. Itt már jó kiszélesedik a patak, és hát ez most már is stráda az előbbiekhez képest, de minden esetre ide csak, hát mondjuk, hogy harcedzett terepbiciklisek jöjjenek. Hát én még egyik se vagyok, se harcedzett, se terepbiciklis, úgyhogy, ja, de nagyjából erre számítottam. És ez itt most már a jobbik rész. És azért csak megérkezünk első napi célunkhoz, Zirc. Most itt megpróbálunk gyorsan fölnyomatni, és akkor a hídról egy panorámát csinálni, ha el nem tanyálok, de nem. És akkor arra van Zirc. Ott az apátság, szintén bencés, mint a Pannonhalmi. És ez meg a patak. Na végül így kardos réten verek sátrat itt az erdő oldalába.
ez egy jó helynek tűnik. Már kicsit közel van az út, de azért a fű az jó, a többi az meg túrok, szúnyog az megfelelő mennyiségű. Na, napi összegzés, csak gyorsan, mert összecsípnek a szúnyogok. Tehát alapvetően ugye a győri indulás, ugye ez már 8 óra volt, tehát ott volt egy kis csúszásunk, nem teljes nap volt, Pannonhalma, apátság, azért azt mindenki gondolkozzon el, hogy ezer év történelem sütött ott a falakon, még akkor is, hogyha az nem annyira látszott. Aztán Sokoró, kilátó, meg egy kicsikét tévegés az erdőbe, és hát a fő attrakció az kétségtelen a Cuha völgye volt, annak is főként az eleje. Én szerintem tartalmas jó nap volt, nem fáradtam el igazán, mert nem volt olyan megerőltető, se kilométerbe, se emelkedésbe, de úgyhogy azért jó volt. Úgyhogy jó volt, közben csak itt csapkodom a szúnyogokat, meg hát itt bepillantást engedek egy kicsit a legény lakásba, hogy mi is történik itten. Hát azért nem egy olyan rossz hely ez, majd még bedobálom a cuccokat, aztán gyorsan alvás, mert holnap fárasztóbb napunk lesz ugye a kilométerbe is, meg talán szintemelkedésbe is. Na úgyhogy köszönöm mindenkinek, ha végig kísérte ezt a mai napot, szerintem jó volt. Na, úgyhogy jó éjszakát mindenkinek, jó pihenést. Mielőtt a gigantikus nullázásba belecsapunk, a tegnapi adatok. 97,97 kilométert mentünk, tehát durva egy százas. És az emelkedés az mennyi volt? 1087 méter szintemelkedés volt, ugye ez csak a fölfele jöveteleti regisztrálja, tehát 1087 métert jöttünk fölfele, emelkedtünk. És hát azért nézzétek meg, ez egy frankó kis jó hely volt. Mármint alvásra.